Az, hogy a saját figurámat festem, vagy a saját fejem, ez nem exhibicionizmus, hanem egyszerűen egy önmarcangolás. Na most, ha az ember torzítani, groteszkét tenni, elvonatkoztatni, vagy vájkálni valamiben, akkor miért a másik fejével tegye? Úgy gondoltam, hogy a saját testem és fejem az, ami erre a legalkalmasabb. Tehát innen indult a figura sorozat és a fejsorozat. A röntgenes sorozat az pedig onnan, hogy hát volt egy kedves sportom, amit mint nemzetközi síoktató oktattam 34 évig, és rengeteg apróbb, hála Isten, nem nagy sérülés következtében rengeteg röntgenlelet készült rólam. Ez se a hipohonder művésznek a röntgenlelete, hanem sok orvos barátom volt, és akkor, hogyha valami fájt, és megint kellett menni 3 nap múlva, akkor gyorsan elvittek, megröntgeneztek, mondták, hogy nincs eltörvés, kész. A röntgenleletek megmaradtak, aztán átment itt az országunk néhány nagy politikai változása, vagy ki tudja, vagy egyensúly, szóval itt most nem akarom belekeverni, és indítottam a 2000-es évek elején egy sorozatot Átvilágítás címmel, ahol a saját röntgen leleteimet erkölcsi, érzelmi és kicsit politikai tartalommal beaplikáltam a saját sziluettembe. Mindezt tettem a Barcsai Művészeti Anatómia segédletével. Gyakran kérdezték is, hogy ki volt a mesterem, és Kokasnál diplomáztam 1979-ben, és rájöttem, hogy az én mesterem Barcsai Jenő volt, mert 75 és 76 között még ő volt az anatómia tanárom. És a Barcsai Művészeti Anatómia, ez kézikönyv az elmúlt 40 évben az én számomra, és akkor ezek a figuraba applikált röntgenleletek tankönyve alapján kerültek bele, tehát milliméter pontossággal. Mikor valaki kitalálja önmagát, akkor az egy kicsit manírossá válik, vagy porossá. Én lehet, hogy szerettem volna, ami nagyon kedvező és kézenfekvő út lenne. Tehát én mindig éjjel álmodom meg a képeimet, minden nap új képet találok ki, minden nap elégedetlen vagyok magammal, minden nap megpróbálom valamit magam átformálni, és ez nem sikerül. Tehát itt ez az egész ennek a kudarca. Ugyanakkor pedig, hogy az ember meneküljön a hétköznapi élet nyomása alól, hát kell egy kis intellektus. Tehát szerelmes vagyok a versekbe, nem értek a zenéhez, de reggelte este komoly zenét hallgatok, és akkor az embert ez megnyugtatja, és akkor szellemileg mindent megpróbál átformálni, és próbálja a groteszk oldalát nézni, vagy azt az oldalát, ami elviselhető. Soha nem gondoltam, hogy hat rám Magritt, és találtam a falamon 80-as években készült kis olajképek, és most 40 év távolságából látom, hogy hatott rám Magritt. Akkor nem tudtam, föl se fogtam, hogy hat. Tehát ennek a pipás szobornak az előzménye hát őrült hosszú időre megy vissza. Tehát a Magritttal való érzelmi viszonyom úgy látszik egy nagyon mély dolog, csak nem tudtam róla. Egész életemben non-figuratív művész szerettem volna lenni. Tehát annyira utálom a figurákat, mindig elhatározom, nem lesz rajta, aztán mégis. És ez volt az a, hát nem az első, de a kevés olyan munkám közé tartozó mű, ahol tényleg eltűnt a figura, és elkezdtem törni a fejem, hogy ennek folytatása lesz. Tehát, hogy ez a sorozat, ez most itt nem áll meg. Notabene ez is körülbelül 10 éves kép, tehát először 10 éve festettem, az évről évre átfestem. Már megvannak az ötletek, hogy hol folytatom, sőt a következőnek már címét tudom, ugyanígy fog kinőzni, mint ez, nagyobb méretű lesz, piros-fehér-zöld színű, és az lesz a cím, hogy túlfújt nemzeti gumimatrac. Valamikor definiáltam is művészek kapcsán, hogy van legjobban festő, rossz festő, és legrosszabbul festő, jó festő. Tehát a szakmai tudás és a belső kifejezési erő vagy készség az akkor jó, hogyha tökéletes harmóniában van egymással, és egyik sem megy a másik rovására. Tehát ismerek művészeket brilliáns rajzkészséggel, és hát szinte a gics határát súrolják, mert mindig meg akarják mutatni, hogy ők milyen jók, és ismerek hát nagyon gyenge kifejezőké vagy rajzi készségű vagy szakmai készségű művészeket, akikből pedig őrült erővel szakad ki valami. Na most itt vannak ezek a fura ellentmondások, hogy én is sokszor túl, tehát az, hogy hát apró manuális készségekkel azért rendelkezem, vagy festészeti készséggel, ezt így bizonyítani szeretném, és nem mindig kell. Na most ennél a vászonnál, tehát kipróbáltam, hogy milyen lenne sprayvel fújni, vagy mi. Nem megy. Egy szál ipari, legolcsóbb ipari festékkel, és festem meg a képeimet. Tehát minden a semmiből születik. A szobraim meg hulladék fadarabokból.